Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttétek, nagyon kedvesek vagytok, hogy itt vagytok. És most el is kezdjünk a témánkat, így fogok sétálni, hogy aki innen tud nézni, ilyenkor, amikor itt vagyok, használjátok ki. Amikor ide jövök, akkor aki ott vannak, használjátok ki, akkor nézzétek ide. Jó? Oké. Okay. A Facebookon kicsit máshogyan volt ugye a cím, ki tudja, mi volt a Facebookon írva, ki a Facebookon nézte a címet és jött. Da Vinci Code. Csalódtatok, hogy nem ez van írva? Nem? Csalódtatok. Jó van. Én is csalódtam. Gyakorlatilag nincsen semmi baj, mert itt vannak a Da Vinci Code-nak a kódolók. Szóval semmi probléma, csak más betűk vannak itt. Nem a Da Vinci szó. Miért nem raktam ide Da Vinci? Mert nem Da Vinciről fogok beszélni, hanem őst használta, tanulmányozta valamilyen szinten szimbólumokat és a többi dolgokat. Ezért mi több dologról fogunk beszélni, valamilyen kapcsolat van a Da Vinci-val, legalább abból szempontból, hogy meg fogok ma tanulni, mik ezek a szimbólumok. Mik a jelek, erről egy kicsit beszélünk, honnan jönnek, működnek vagy nem, hogyha működnek, akkor miért, vagy ez csak egy ilyen álmodás ember, hogy kitalálta babonákat, és akkor kész. Akkor erről fogunk egy kicsit ma beszélni. És utána, ha már Da Vinci-val kapcsolatosan, lehetne egy kicsit stabilra állítani a hangot. Igen, hogy inkább lejjebb, mint a gerjegyen, mert úgyis lehet hallani. Nem működik, nem akar működni. Na majd szimbólokat küldjünk rá, és akkor hát ha. Nem baj. Oké. És ugyanakkor ehhez kapcsolódik, hogy már szimbólumok vannak. Kis rakom egy kis tervet a mai előadásra. Kicsit erre sétálok, aztán arra. Hogy akkor a szimbólumoknak tudományát megnézzünk a védek fényébe, ugye? Akkor ide kapcsolódik a sötét erők, ugye mi az előadásnak a második fele címe, ugye? Mik a sötét fények, vagy fényes sötétségek, azok mik vannak, angyalok és a démonok. Mert ott is van, ugye Da Vinci-nál kutatások. És akkor megnézzünk a másik szempontból, hogy ebbe a világban helyre rakjunk el először ezt, utána fogunk látni, hogy minden terv szerint történik, nem kell aggódni, nincsen spontán, véletlen dolgok ebbe a világban, nagyon-nagyon tudományos minden, most erre megyek, hogy azok olvassanak. Nem fogok elaludni előadás közben, sétálok. Jó, és egy kicsit fogunk érinteni a jóslásokat. Mindenki szeret, ugye, tudni, mi lesz? Nem. Aki nem, akkor majd csukja be füleket, mikor jósolni fogunk. Főleg van sok jóslás, ugye 2012-ben világ vége, meg átéltünk már egy világ végét, mindenkit gratulálok, itt vannak a túlélők. Megnézzünk, hogy mi van ezzel kapcsolatban, ezzel a világ vége jóslásokkal, és valójában most akkor vannak jóslások, nincsenek, igaz, nem igaz, ez mind ma egy kalap alá. Jó, mondtam? Jó. Tanulok magyarul, azért ne aggódjatok, hogy ne haragudjatok, hogyha nem nagyon összetett mondatokat mondom, mert már 20 éve tanul, de orosz nyelvűeknek magyart megtanulni, ez lehetetlen dolog. Na most, mielőtt elkezdjünk most beszélni a szimbólumokról és a más dolgokról, először tisztázunk egy pár dolgokat, amit védák 100%-ra rövidre zárják, ami sok ember, satszper kb. Körülbelül valami, valahogy talán lehetne, hogy így van. Most nézzük meg, hogy biztos, hogy van. Mit jelenti, hogy talán, hogy van és így van? Hát valakik mondanak, hogy ezek a szimbólumok, a mantrák, mudrák, ki hallott a mudrákról? Mudrák, ugye kéztartások lehet gyógyítani mudrakkal,
tisztítani dolgokat mudrákkal, fegyvereket idézni mudrákkal, meditáció segítő mudrák, sok minden. Akkor valakik mondanak, hát ez mind mese, a Esti Mese cím műsorból származik, valakik annyira már benne vannak azokban a dolgokban, de nem tudnak pont, hogy működik, de túl hisznek, vagy mondjuk túl függnek az egészen, valakik teljesen elutasítják, és valakik mondanak, hát én elmegyek inkább valamilyen varázslóhoz gyógyulni, valaki azt mondja, nem, én megyek egy normális, modern orvoshoz gyógyulni, és így tovább, és így tovább. Most nézzük meg, védák mit mondanak, milyen utat javasolnak nekünk. Három szinten cselekszik az ember. Bármikor, bármit, amit csináljunk, annak mindig van párhuzamos három szinten eredménye, vagy olyan cselekvés, ami majd fog hozni eredményt, egy okot teremt ember, és így tovább, és akkor most ezeket hármat megbeszéljünk. Ez most három szanszkrit szó lesz, a védikus írásokból, főleg Bhagavad Gita-ból van. Az első szint, ez úgy mondják, hogy adibautika, ez azt jelenti, hogy durva fizikai szint, ez a test szint. Minden cselekvést, amit mi végzünk, az mindig történik a durva fizikai szinten, test szinten, amikor mi építjünk, vagy idejöttünk, vagy írunk, vagy minden, amit kézzel fogva, füllel halva, szemmel látva, bőrrel érzékelve csináljunk, ez a adibautika. Ez a durva fizikai földen járat cselekvés. Az mindig van. Ezen kívül van egy másik, finomabb, úgy mondják, finom fizikai úgy szokták mondani, vagy asztrál szokták mondani, de hogy ami most tudományosan mondjuk a védikus tudomány alapján, akkor az úgy mondják, hogy adidaivika. Ez úgy mondják. A asztrál szint, finom fizikai szint, hogy szokták megmondani? Ezotérikus szint, ugye? Szokták mondani, ezotéria. Mi van még ilyen? Transzcendentális. Hát, transzcendentális, ez már nem, vagy még nem. Spirit. Van egy másik előadásom, Fatima majd el tud nektek mesélni, mi az a spirituális, mi nem. Náluk jogába tartottunk, ugye? Tisztáztunk, mi a spirituális. Ott tisztáztunk. YouTube csatornán is meg lehet nézni, de spirituális, hogyha mi szigorúan mondjuk, ez lelki. Ez ide nem tartozik, ez finom fizikai. Ez mit, pont itt vannak a szimbólumok, itt vannak a mantrák, vannak más mantrák is, van mantrák transzcendentálisak, ami lelki mantrák, de vannak lenti mantrák ezen a szinten. Akkor igen, szimbólumok, mandalák, meg sok minden más, ez ide tartozik, adidaiva. A probléma az, hogy sok ember használja, és vannak eredményei. Nagyon sok helyen jó kidolgozták a dolgokat, és akkor működnek ezen az adidaiva szinten. Egy probléma, hogy nem tudnak, mi a cél. Ugye a védikus írások, vagy védikus rendszer, ő bármit, amit tanít az emberre, akkor erről a szintről, akkor mindig adja teljes képet az világról, hol a helye ennek, és ennek, vagy ennek mi a célja, mi a feladat, miért kell használni. Mostani nyugati világban egyértelmű az élvezetre mindent használnak. Miért akarnak emberek valamilyen misztikus dolgokat csinálni? Azért, hogy ebből egy élvezetet csináljanak, ugye? Szóval itt ez a probléma, és ezért sokszor a nyugati világban, amikor adidaiva szintre kerülnek, vagy ezen a finom fizikai, zsákutca. Nincs megoldás. Viszont a védikus tudomány megtanítja, hogy hogyan kell használni ezt a finom energiát, hogy ember fejlődjen. Mert ennek ez a feladata. Ugye daiva, a daiva szó, ez azt jelenti, hogy ezek személyek. Hát, hogyha mi magyarra nincsen ilyen fordítás, úgy szokták mondani, hogy félistenek. Szóval vannak ilyen élőlények, ami minden energia,
mögött vannak, ők az irányítók. Ugye a tűz az nem magától működik. Annak van egy irányítója. A szél, a víz, ez minden működik. És valójában ezen a szinten embereket tanítják nem csak manipulálni a energiákat, amitől lesz visszahatások, lesz nagyon sok probléma, hanem úgynevezett kapcsolódni ezzel a kell ismerni, ugye, hogy működik a törvényeket, ugye például vannak olyan rituálik, ami törvények szerint működnek, és ember kapcsolódik ugye ezekkel az erőforrásokkal, tisztul, és utána tud lelki szintre emelkedni. Szóval ennek ez a Adi-Daiva szintnek, vagy a, igen, szintnek ez a feladata. Például, hogy milyen rituálik vannak, hát vannak mondjuk egy tűzáldozatok, már hallottatok, ugye, tűzáldozatokról, ugye, jagja, szanszkriton, igen, tűzáldozat, ez is egy tudományos felépítésű cselekvés. Ugye a tűz, ő több szinten van. Mi látjunk egyféle tűzet, ugye, Agnit, durva szinten, mert mi szemünk csak ezt tud látni, aztán utána mi történik? Ő tűnik el. A mi szemünk előtt csak látjuk, itt van láng, itt már nincs láng. Ki már észrevette egy ilyet? De hogyha kezet oda rakjunk, égni fog a kezünk. Észrevettétek? Nincs láng, de ég a kezünk. Mert már láthatatlan, már másik szinten, már kezd ide jönni, másik dimenzióra a tűz. És amikor mondjuk mantrát, ugye ajánlanak általában gít, tisztított vajat a tűzbe, és mondanak mantrát. A mantra ez az egyik Adi-Daivának a címzete. Raksz, öntesz a tűzbe, csinálsz egy felajánlást, és a tűz elszállítja a címzetre. Mi ezt nem látjuk, de ez így történik. Ezért jobb nem csinálni semmit, hogyha nem tudjunk, mert nagyon nagy zavart lehet csinálni, és ott lehetnek problémánk. Jobb, hogyha, ez ugyanúgy, hogyha én mondjuk gondolom, na akkor most én fogok próbálni valakit műteni, bejövök a kórházba, műtőbe, akkor hogy próbálják majd egy kicsit? Én már látom a tévében, tudom, hogy ezzel lehet vágni, ugye tudok, hogy ezzel lehet varni, és akkor elkezdek műteni. Hát megpróbálják, kezdjünk a egyszerűbbel az agysebészettel. Ugye lehet probléma? Hiába, mert lehet, hogy mi néztünk egy orvost, aki műtötte, és nagyon könnyen ment neki, akkor mi is gondoljunk. Nem, mert nagyon sokat meg kell tanulni, nagyon sok feltétel van, hogy kell műteni egy embert, ugye? Nagyon sokat. Ugyanúgy itt is nagyon sok mindent kell tudni. És ezért vannak például a védikus írások, mivel ők nagyon-nagyon sokat működnek ezzel a szinten, finomítják, mert ember itt van, hogyha csak itt cselekszik a durva szinten, akkor nagyon tompul. És ezért mi, nyugati emberek, mi egyáltalán nem érzékelünk ezt a szintet. Csak egy példát most mondom, és fogtok undorodni. Akartok? Pedig egy jó dolgot fogok mondani. Hogy védikus írások mondják, hogy tehintrágyával legjobban tisztítani lehet a konyhát. Ugye? Miért? Ugye sok ember mondja, ezzel a dologgal a konyhámat, ahol leszek? Mert a védek beszélnek pont ezekről a törvényekről, hogy hogyan működik ezen a szinten a tehintrágya. A tehintrágya nagyon tiszta, a legtisztább. A másik, ugyanúgy olvashatjuk másik helyen, a védikus írásokban, hogyha valaki megérinti állatnak az örülékét, rögtön kell fürödni. Meg kell fürödni, mert ennyire tisztátlan. A másik helyen mondja, de a tehintrágyával lehet. Szóval így megtanítják a védák, sokszor úgy néz ki, mint valamilyen furcsa rituálik, de aki elkezd bizalommal hozzáfordulni és tapaszt, és életbe, gyakorlatba hozni, akkor fog szerez tapasztalatokat, és akkor elkezd érezni ezeket az energiákat. Mert itt nálam kicsit ilyen, néha itt érzem a vibrációt, a rezgéseket, ez nem az. Ez egy valami más.
már igazi, sokkal-sokkal komolyabb, erre tényleg kell egy kicsit tudat följebb menjen. De ez csak akkor lesz, amikor mi megtanulunk pontosan, hogy kell csinálni. Akkor pontosan fogunk érezni, mert valamikor elme kitalál, hogy vibrációt, meg hogy én úgy vibrál az ez, vagy ilyen rezgések vannak, meg sugárok, mint az inga. Tudjátok, hogy ingát azt lehet irányítani elmével. Most jó módszerben voltunk Pécsen, és a barátom pont egy ilyen előadást tartotta, és akkor csak fogja. Én is valamikor ingáztam, amikor észrevettem, hogy igazából azt mondja inga, amit én akarok, akkor el is dobtam attól pillanatban, láttam, önbecsapás. Szóval így nagyon sokszor mi saját elmével kitaláljuk, és gondoljuk, hogy most egy rezgés, vibráció, de jobb, hogyha erre alapozunk, ha van egy koordináta, akkor nem hibázunk, és akkor nem csapjunk be magunkat, másokat, és egy igazi élményeket szerzünk. Jó, ez volt a Adidaivika. Akkor itt működnek a szimbólumok, és mindjárt fogok egy kicsit erős beszélni, hogy mit jelent, hogy mit él, mi ez a szimbólum. Ugye most mi csak három cselekvés szintről beszélünk. A másik, Adhyatmika, ez a lelki szint. Ugye mi mindannyian lelkek vagyunk. Ugye szokták mondani, hát tudom, van lelkem. Mikor meghalom, akkor a lelkem kiszáll belőlem. Ez nem igaz. Neked nincs lelked. Rosszabb mondom, neked sose volt lelked. Na még rosszabbat mondom, sose lesz lelked. Miért? Te vagy a lélek, neked van tested. És te cseréled a testeket. Most ebbe a testbe vagy, ezelőtt másik testbe voltál. És ez az Adidaivika. És ez a szint, mi pont ez meg, hogyha emberek túl mennek az ezotériába, és nem tanulmányoznak helyesen, akkor megakadnak, sose fognak idejönni. Összekevernek a fazon, amivel? Vagy a szezon fazona? Mind a kettőt összekevernek, és azt gondolják, hogy ez a lelki dolog itt. Hogyha valaki tud gyógyítani, nem tudom, mit kell tud csinálni, akkor ez a lelki. Nem. Ez a baj, hogy sokszor itt beakadt az ember. De ezért, hogyha védikus, mert védák, ők írják le, hogy működik, ott van rögzítve, akkor szépen egyensúlyban lesz az ember, nem lesz túl babonás, nem lesz túl durva materialista, hanem szépen egyensúlyban tudja ezeket használni, finomul a tudatja, és akkor sokkal könnyebb lesz szerezni lelki megvalósítást, vagy lelkileg fejlődni. Oké, akkor ember kapja a lehetőséget a vidikus rendszer alapján megtapasztalni, vagy lelki fejlődésre. Megyünk tovább. Na, itt kezdődik a varázslat. Itt vannak a szimbólumok, többféle dolgok, lehet látni. És akkor ezeket mindjárt fogunk megbeszélni, és láttunk sok mindent, ugye. Ilyen, olyan, sokfélét látunk mindenhol napi szinten, és akkor emberek próbálnak megnézni, kitalálni, hogy végül hogy is ezek működnek, ugye sokkal több van a szimbólumok között, és próbálnak akkor ezekkel vagy kedvezőbbet csinálni valamit, vagy erősíteni, vagy gyengíteni. Én ugye nyugati szimbólumokról nem fogok beszélni, mert én nem tudom, ez most emberek kitalálták, vagy ez tényleg a Adidaiva szintről jön, amit beszéltünk. Mert nagyon fontos, hogy az Adidaiva szintről jöjjön, akkor működik, mert egy szimbólum kapcsolódik egy személyhez, azért működik, mert személy adja az energiát. Ugye van szimbólum, ami a nappal van kapcsolatban, hogy a napot irányítja Surya Dev, egy személy, akkor mi tudjunk a nap a hatását ránk erősíteni. Az lehetnek a kövek, drága kövek, fél drága kövek, ugye minden bolygóra van a kövek, ez így működik.
Én a védikusról fogok beszélni, mert védikus szimbólumokat nem ember találta ki, az biztos. És megnézzünk, hogy ez hogyan működik. Hát van többféle, most egy kicsit beszélek egy negatív védikus szimbólumon, hát az mennyire védikus, de inkább mondjuk, hogy keleti, amit itt láttunk most, remek. Ez egy szimbólum, ami védikus írások mondja, aki látja valakin a homlokán három vonalot így, akkor meg kell nézni, rá kell nézni a napra, és el kell menni gyorsan szent folyóba fürdést venni. Annyira veszélyes hatással van ez a szimbólum. Mi a hatása? Az a hatása, hogy te vagy Isten. Mindenki Isten, minden egy, mindenki egy, minden Isten. És nagyon fertőző filozófia, ebből utána kimászni nem lehet. Ez azt jelenti, hogy el van ítélve lelki halála az embernek. Amikor valaki elképzeli, vagy elhiszi, hogy én Isten vagyok. És azért meg kell tisztulnom, hogy ez megvalósítsam, hogy én Isten vagyok. Ezért ez egyik szimbólum, ami nem kedvező. Három viszintes jel a homlokon. Nem jó. Nézzünk a következő szimbólumot. Melyik legyen az? Ismerős? Nektek mire emlékeztet? Valamire emlékeztet? Horog kereszt. Jó. Hol volt ez? Honnan tudod? Honnan láttad? Hol láttad? Tiltott jelkép. Akkor most hívjunk a rendőröket? Vigyünk el engem? De ez az? Hát ez az, de hogy más jelent. Ugyanezt vett át Hitler, de hogy fordítva. És nem fordítva. Hitler ugyanazt használta. Ő hitelesen használta. Semmi kapcsolatnak a Hitlerhez. Mert ez egy védikus jel, szimbólum. Hitler, ő be volt képzelve, hogy ő egy ária. Ugye van, védikus írások magyaráznak, hogy civilizált embert, bárki, aki civilizált, ez őt kell hívni, őt, hogy ária. Ez nem egy emberfaj, hanem ez egy civilizált embernek a szanszkritul. Mit jelent, hogy ária? Ki az ária? Aki érti, mi az élet valódi célja. Aki érti, mi az élet valódi célja, olyan embert lehet nevezni áriának. És Hitler azt gondolta, hogy ő tudja. És védikus dolgokat használta, sok szimbólumot, és ezt az egyiket, ami hogy hívják máshogyan horog keresztet? Szvasztika. Ki tud mondani, ez a szvasztika szó, ez melyik nyelven van? Szanszkrit. Akkor már látjuk, hogy Hitler már onnan vette az egészet. Akkor nem ő találta ki, akkor ez a szvasztika Hitler előtt még létezett. Su asti, az azt jelenti, hogy mindenki legyen nagyon boldog. Hogy legyen kedvezőség, legyen jóság, kedvezmény, legyen siker. Szóval bárki, aki akarja valami tiszta dolgot, tiszta cselekvést, tiszta házat, akkor szvasztikát használni szokták. Hogyha felmentek YouTube-ra, és akkor megnéztek, beértők valamilyen indiai régi falukat, akkor fogtok látni, hogy a ház bejárat előtt, vagy itt van a ajtó mondjuk, és a bejárat két oldalon, csak nem így, hanem így lesz a két szvasztika. Egy kunkum, ez egy ilyen ásványanyag, azzal szokták rajzolni a ház bejáratnál, mert a szelleme, ennyire tiszta ez a szimbólum, szellemekre ugye egy hatással van, mert ez napnak a jele, a nap az tudás, és az tisztaságot jelent, és adja ezt az energiát ennek a szvasztikának, és Indiában raknak szvasztikát bejárat előtt, és szellemek nem jönnek be a házába. Sok minden másra is használják, nagyon sok helyen lehet látni a kedvező. Szóval ez egy nagyon tiszta, nagyon kedvező jel, és csak Hitler egy kicsit rosszra használta, de a rosszra nem adta neki kedvezőséget. Nem? Elveszítette mindent. Szóval ez csak jóra működik, mert nem egy halott energia, hanem van mögötte
energia irányító, és ezért nem lehet, egy darabig lehet használni valami rosszra, de végső sorban nem fog működni. Akkor tisztáztunk ezt a szimbólumot. Ez jó, nem kell most akkor kisétálni és mindenhol rajzolni, mert ezt nem, mindenki nem tudja róla. Jó? Nehogy utána baj legyen, mert most sajnos sajnáljuk, hogy Hitler egy ilyen jó dolgokból csinálta teljesen félreértés, és emberek dühbe gurulnak, mikor látnak ezt, mert hány, ezzel lehet asszociálni hány embernek a halálát. De nem a jelnek a problémája, hanem ez a Hitlernek a problémája volt. A következő ismerős, hol láttunk ilyet, jelet, szimbólumot? Zsidó csillag. Dávid csillag. Akkor most Dávid volt zsidó? Vagy Dávid zsidó volt? Mind a kettő igaz, igazatok van. Ez védikus szimbólum. Ez Isten, hogy mondják, férfi és a női, hogy kell ezt kimondani? Eredet. Vagy hogy Istennek a férfi eredete, vagy hogy magyaroz? Principium. Ki mondta? Neki ajándékot. Principium. Férfi, egyik háromszög Isten férfi principium, Narayan, a másik csilla, a háromszög Isten női principium, a Lakshmi, a szerencse nő. Ezért, ahol használják ezeket a csillagokat, abban a lakásban lesz erényesség, lesz tudás, lesz jó akarat, jó erő, lesz szerencse, lesz gazdasági szerencse, anyagi szerencse és lelki fejlődés. Ugye ezt nagyon gyakran használnak a védikus rituálikban. Ugye még mi nagyon sokszor használjunk ezt a mandalát, akár így is lehet mondani, sok helyen, szóval ez egy nagyon jó, tiszta, ez egyenesen, aki, hol van ez a csillag, de kell jó tudat, akkor ez a csillag keresztül Isten férfi principiumba és nő principiumba hat ránk. Hogyha mi anyagi tudatban vagyunk teljesen, akkor ő nem kapcsolódik hozzánk. Ahhoz kell nekünk is akarni. Az ugyanúgy, hogyha hív a telefon, de hogyha nem veszek fel, akkor nem tudok beszélni. Szóval így, hogyha én tudatommal nem tudom, mi az, akkor nem lesz olyan hatása. Oké. Na, gondolom azt is ismertek, ami most lesz a következő. Ez mit jelent? Om. Ugye? Om. Így néz ki az om. Mindenki már hallott az omról. Ugye, hú, emlékszem, nagyon sokat omoztam régen. Mantrát, ugye mantra. A-U-M. Ez azt jelenti, hogy Isten, lélek és a szeretet kapcsolat közöttök. Ez az A-U-M. Om jelent. Ezt szanszkritul úgy ábráznak, ez A-U és M. De, ami érdekeset szeretnék nektek elmondani, hogy ezt a szimbólumot nem találta ki valaki. Hogy leült, és gondolja, akkor omot jó cifráson kell leírni, és akkor kitalálta, hogy na, mit szóltok? Jó designer vagyok? Így fog, ez a oma logója. Nem így volt, hanem a szanszkrit ABC-t úgy neveznek, hogy akshara. A akshara az azt jelenti, hogy elpusztíthatatlan örökkivaló. Szóval a szanszkrit nyelv, ez mindig létezett, és mindig létezik, és a betűk is léteznek. És hogyha nálunk a nyugati világban az ember, amikor gondolta, hogy most írást kell praktikus szempontból kitalálni, akkor rajzolt, és mondta, ez lesz az A. Rajzolt a másikat, ez lesz a B. És ennyi, ez csak megjelölések. Vagy lehet, hogy valamikor valahonnan indultak el tisztább szintről, de most már ez maradt.
amit mi használjuk. Szóval nem mondom, hogy tisztán így volt, de most sajnos nincs kapcsolat a valósággal. De a szanszkritnak minden, megint ezen adidaivika szinten, amit beszéltünk, ott vannak a formák a betűknek. És ha valaki rishi, a rishi, kik a rishik? A rishik ezek a bölcsek, akik nagyon profin tájékozódnak az adidaivika szinten, ugye? Ők harmadik szemmel rendelkezik, felvilágosodott személyek, és ők képesek látni, azért mondják, hogy látnak, felvilágosodok, látnak, hogyha vibrálnak A betűt, vagy A hangot, akkor látják, mi a rezgésnek a formája. És akkor ezt leírják. Szóval az OM, hogyha mondjuk mi most megfordítjuk a folyamatot, és hogyha mi már lennénk, ami ezért mondom, mi nem vagyunk érzékenyek, de most mi érzékenyek lennénk, de ténylegesen, és mi most elkezdjünk volna, becsökünk a szemünket, és elkezdjünk ómot vibrálni tisztán, jó tudatba, akkor látni fogunk ezt. Mert ez a vibrációnak a formája. Az egész ABC-t, szanszkrit ABC-t így írták le, hogy vibráltak a hangot, látta a képletet, a hangnak, a mintáját, és azt csak leírta. Mert minden hangnak, ugye, ki milyen fizika van? Kvantumfizika. Kvantumfizika. Kvantumfizikát, aki legalább egy kicsit tanult, akkor ott első, amit ki fognak nekünk jelenteni, minden tárgynak van egy finom fizikai vibráció. Szóval minden tárgy vibrál. Ez azt jelenti, hogy minden vibrációnak van egy formája. Ugye YouTube-on, most nem akarok belemenni ebbe az előadásba, de YouTube-on meg lehet nézni, amikor generátor ilyen homokot raknak egy ilyen tepsire, és akkor változtatják a hangvibrációt, változik a mintázat. Szóval a hangoknak van formája. Azért van egy ilyen könyvünk, Srimad Bhagavatam, az nagyon jó erről beszél, hogy mikor mi mondjuk a hangokat, dolgokat, akkor finom szinten formák megjelennek. Ezért működnek a mantrák, ugye? Szóval, és ez az OM egyik. Ez már transzcendentális szimbólum. Ugye ez már nem anyagi. Ez még működik az adidaivika és adiatmika. Szóval finom fizikai szinten, főleg jobban működik a lelki szinten. És utasú, azért ezt a szimbólumot még kiraktam, mert hogyha ide állok, van valami közös. Mert nagyon gyakran kérdeznek, báci, mi van ott az oldán? Akkor gondoltam, meg is válaszolom nektek. Ez úgy hívják, hogy tilak. Ugye? Urdva pundra. Igazából nem csak nem tilak. Mi szoktunk nevezni tilaknak, de szigorúan, tudományosan urdva pundra. Ami azt jelenti, hogy nagyon fontos legyen két jel. Rengeteg magyarázat van rá. Az egyik, hogy hát most nem tudom, nem fogok belemenni abba, majd mikor nem lesz online, elmesélhetek nektek, amit olvastam valahol, ami közel hozzátok is hozzám egyik könyv. De lényeg az, hogy ugye az Isten, ő a lelkeknek a pásztora. És azok a lelkek, akik akarnak tartozni hozzá, aki az ő csordához tartoznak, akkor megjelöli. Ugye? Hogy aha, te nem az én csordám vagy. Majd lesz jelet, akkor elfogadjuk, de most még nem tartozva a csordámba. Ne veszítsen el minket, ez az egyik. A másik, hogy itt van milyen csakra? Igen, harmadik szem, ami általában sok ember várik, mikor itt már ilyen luk lesz, meg nyílik a harmadik szem. Ez nem arról van szó. Harmadik szem, ez arról szó, hogy belső látás. Pont ez az adidaivika szint, amikor ember tud látni belsőleg is. Például hogyan működik a karma, hogyan működik a kötőerők, van jóság, szenvedi, tudatlanság, ezeket mind lehet látni, hogyan működnek. Hogy milyen a tudatállapot valakinek, sok minden lehet érezni, látni. Ez a harmadik szem igazából. Például, amikor ott vannak, lehet szobrokat lehet látni, ugye? Hátul.
ezek murtik. Aki, mi most csak szobrokat látjunk, ugye? De akinek van ez a belső látása, ő teljesen más lát. Ez a. És a harmadik szemmelnek a szanszkrit mi a neve? Milyen csakra? Agya, Agya csakra. Akaratot képvisel. És azért ide rakjunk, hogy a mi akaratunk egyezik az Isten akarattal. Akkor ez azt jelenti, hogy ez az ember jótevő. Ő nem fog rosszat csinálni, és a jótevőt sose fog legyőzni a gonosz. Ugye ezt Bhagavad Gita-ban lehet olvasni. Ugyanakkor vannak 12, ma nem csak ide szoktunk rakni, hanem a 12 hely a testen, ami kell kapcsolódni lelki szimbólumokkal, ezzel a tilakkal, és 12 helyre rakunk, hogy legyen mindig tiszta tudat, megvannak megfelelő helyek, hogy kell csinálni, mantrákat kell mondani, amikor rakunk tilakot, hogy ez nagyon tisztító hatású legyen, és a kín van rajta, az mindig tisztul, akik látnak, ugyanolyan erősen tisztulnak. Mit jelent akkor az egész? Megint, Krishna egyik vonal, ez azt jelenti, hogy Isten férfi, principium, nagyon jó. Rádha, Istennek a női, principium, nagyon jó, köszönöm szépen. És ez ábrázolja a lelki világot, tulasi levél, van egy lelki világban egy ilyen tulasi levél, és akkor ők mindig lelki világban vannak. És amikor valaki díszíti magát Istennel, akkor ezzel az emberrel sose lesz probléma, baja. Ugye emberek mindig keresnek, hogy hogyan tudok megvédeni magamat. Ó, ott van valami negatív emberek, ott van ez negatív, jó, akkor el kell menni valakihez, adja nekem talizmánokat, meg mindenféle szimbólumokat rárakok, tetoválom, már nincs hely, mindenhol tetkók, szimbólumok, védjenek meg, már ennyi talizmánom van, a gerincsérven kaptam tőle, 80 kg. Ez miért? Ezt tessék. Egy szimbólum, legkedvezőbb kész. Semmi más nem kell. Legpozitívabb, legtisztebb. És sőt, még az ellenség mikor lát, akkor tiszta. Ez a szimbólum. Röviden, mert nem akarok csak erről beszélni. Ez egy ilyen bevezető világban, hogy csak legyen rá látásotokon, hogy ez nem csak valamilyen kitalációk, vagy valami kis babona, hanem ez egy mögötte nagyon-nagyon mély dolgok vannak, törvények vannak. Mert ugyanúgy finom fizikai dolgok és törvények alapján működnek, és ez mindjárt tovább, amit beszélünk, ugyanúgy fogunk látni. Akkor másik, jó, akkor vannak a szimbólumok, sokan használnak ezeket a szimbólumokat, az jó, de van még olyan is, hogy van, sokat hallottunk szimbólumok mellett, hogy vannak angyalok, és vannak démonok, és biztos közöttetek mindenki fog tudni mondani, hogy nekem igen, érzem, van egy angyalom, aki rám vigyáz, én is néha rávigyázok, de többször ő vigyáz rám, még ilyeneket. Mindjárt tisztázunk, hogy ki kire vigyáz, a kök, a démonok, a sátánok. Ugye általában a mostani fő elképzelés, hogy van hatalmas Isten, és van hatalmas sátán. És akkor most ki fog győzni, senki se tudja. Ketrec harc indul. Van egy ilyen elképzelés. És akkor, de lehet, hogy a angyol ez a sátán? Mert sokszor szokták mondani, hogy igen, Istennek a eleje ez a isteni, a háta az már sátán. És vagy angyal elől angyal, hátul sátán, vagy fordítva. Na most persze készültem, hogy itt menjen egy ilyen kis horroros zene, de most nem sikerült. Hogy egy kicsit így hangulatot nekünk felvigyen. Valójában hogy működik? Kell-e félni nekünk, vagy nem kell félni, de hogyha kell félni, akkor mennyire? Mert valamennyire lehet félni, ez normális.
De túl misztifikálni dolgokat, hogy akkor öröki van, öröki sátáni, hogyha most ő le fog győzni, akkor mindenkinek vége lesz, az nem pont így van. Ahhoz, hogy most mi ezt együtt megértjünk, közben nézzem az időt, ahhoz nekünk meg kell érteni a világnak a működését. Mert nem lehet megérteni sokszor dolgot, amit csak közepén valamit megnézem. Ezért a védáknak a fő dolga, hogy mindig lássunk teljes képet. Hogy amikor lássunk teljes képet, akkor össze tudjuk kapcsolni a dolgokat. Hol van a gonosz, hol van nincs gonosz, mi a helye a gonosznak, mi a hatásköre a gonosznak, a jónak mi a hatásköre, Istennek mi a hatásköre, meddig megy a világ, honnan megy a világ, és mikor van ez a teljes kép, akkor mi nyugodtak vagyunk, és minket már nem lehet félrevezetni és becsapni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha félrevezetnek, becsapnak, akkor elkezdjünk olyan gyakorlatokat végezni, ami rossz következményt, vagy sehol se nem visz, csak elveszítjünk az emberi életünket. De emberi életünk nem véletlenül van, és azt kell tudni, hogy hogyan kell ezt élni úgy, hogy ne legyen fájdalmas halál pillanatban. Nézzük meg a világot. Ez a korszakok, ami hogyan működik a világ, eredetileg a sok-sok írásban lehet olvasni, tanulni azt, hogy Isten teljes és tökéletes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udacsyate. Isten teljes, tökéletes. Neki van teljes és tökéletes terve. És ő teremti ezt a világot, ami teljes és tökéletes. Ebben a világban nincs hiánya, nincs hiba. Nagyon tökéletes. És nagyon teljes. Ez a világ működik valamilyen időszakon teljes tökéletesen, az Istennek a teljes és tökéletes a terve szerint, és a teljes és tökéletes terve szerint megfelelő időben el fog pusztulni, és utána újra lesz létrehozva. Na most ezt egy kicsit megbeszéljük, mert akkor fogunk út a végén látni, hogy hol van a helye a gonosznak. Sátánnak, démonnak. Zsebkendők vannak? Nem, a nevetéstől, nem a sírástól kell. Oké, akkor nézzünk meg, mi a terv Istennek, és ez mindig így működik. Van első korszak, Szátya Juga, ugye, ennek a hossza 1.728.000 évig tart. Ez a teremtésnál van, ilyenkor már vannak emberek, képzeljétek el, nem úgy, hogy van robbanás semmiből semmi, hanem itt már vannak emberek, sőt, civilizált emberek vannak. Sokkal magasabb civilizáció, mint most. Mert akkor emberek tudtak utazni, hogyha kellett, bolygók között. Mi most nem tudjunk. Ingyen, képzeljétek el, ingyen. Mi most egy BKV-t kell fizessünk 5 kilométerre, ők nem tudom, millió kilométerekre utazták. Itt születtek, szóval miért van ez a világ először? Miért van ez az egész? Az egész azért van, hogy mi lelkek vagyunk, nekünk vannak vágyaink. És habár ezek a vágyok nem tiszták, és nekünk nem fognak jót adni, jó eredményt, sajnos, hogyha mi nem tudjuk, hogy hogy kell vágyni, mert nekünk kell vágyni, ez normális, de hogyha nem tiszták a vágyaink, de Isten minket nagyon szeret, minden lelket, és ő azért teremti ezt a világot, hogy teljesítsen nekünk a vágyainkat. És ez sorba van. Először teljesítésre kapnak azok a személyek, akik lelki vágyokkal rendelkeznek, bölcsek, jógik. Itt élnek csak azok. Ebben a korszakban nincsen bűnös ember. Képzeljétek el, nem cigiznek. Nem járnak Tesco-ba. Meg nincs zacskó. Óceán tiszta, hát ugye? Már nem is el lehet képzelni a tiszta óceán, ugye? De itt élnek csak, itt nincs bűn, nincsen, itt csak azok a személyek kaptak lehetőséget. Ezért így van, hogy ebben a korszakban ahhoz, hogy lélek kapjon ember, mondja a lélek, a kap minden testet, állati testeket, növényi testeket, egysejtűek, minden, ami élő, mindenben van egy lélek. És
amikor lélek, ahhoz, hogy ebbe korszakban lélek kapjon emberi testet, itt nagyon magas a léc, nagyon meg kell felelni, itt nagyon komoly vizsga van. Szóval ez azt jelenti, hogy csak az a személy, akinek a lelki vágyai vannak, hogy akarja fejlődni, és Isten akarata szerint élni, csak ilyen ember, ilyen lélek kaphatja emberi testet. Ezért nem tudnak itt születni olyan emberek, akik bűnt követnek el. Nem kapnak esélyt rá, mert itt most csak ezek teljesítenek a vágyokat. A következő korszakban, hát most mennyit éltek itt az emberek, élet, itt 100 000 évig éltek az emberek, ez most nem tudjunk elképzelni, hogy lehet az, de hogyha nincs bűn, van vezeklések, meditációk, akkor ember tud élni sokáig. Következő korszak, ez a Treta Yuga, 1.296.000 évig tart. Ebben a korszakban látjunk ez a kis kék, hát igazából egy negyede, már kicsit lejjebb a léc, a kiemberi testbe születhet, és ezért itt már olyan, test, olyan ember, lelkek is kaphatnak emberi testet, akik tudnak gonosz vágyokat teljesíteni, kicsit másokat piszkálni, egy kicsit bűnt elkövetnek, de nagyon kevés, és nem annyira drasztikus a bűnözésük, mint majd meglőzünk mikor. Rövidebb már az élet, 10 000 évig élnek ezek a személyek. Utána van Dvapara Yuga, 864 000 évig tart, és 50% tiszta, szentek, jógik és szentek, és 50% akik már bűnt követnek el. Itt már lejjebb a standardek, már több lélek kaphatja a lehetőséget emberi testbe teljesíteni aljás vágyukat. És itt 1000 évig élnek az emberek. Ugye? Most nemrég találták ilyen csontozókat, 6-7 métereseket, kilátta ember csontvázokat. YouTube-on meg lehet nézni, ezt ebből a korszakból találtak, mert ebben a korszakban kicsit magasabb voltak az emberek. És minden megy lejjebb. És utána a Kali korszakban, Kali Yuga ez a neve, ami 432 000 évig tart, olyan akció van, hogy bármilyen lélek, akár milyen aljás lélek, hogyha valami pici emberi árnyéka van, akkor kaphat emberi testet. Ez itt lehet látni, hogy most mennyi féle különböző emberek vannak, és vannak nagy olyan emberek, hogy el lehet képzelni, tehát ez egy barbár, ez nem egy ember, ez egy állat. Szokták úgy mondani? Ebben a korszakban nem szoktak mondani, ez egy állat. Mert nincsen ilyen tudatú ember. Itt igazad mondanak. Erre van is egy szanszkrit. Hogy? Erre van is egy szanszkrit kifejezés, Dvipada Pashtu. Dvipada Pashtu, nem Pashtu, Pashtu. Dvipada Pashtu. Két lábbal járó állat. Igen. Szóval itt akció, mert Isten mindenkit szeret, és mindenki, akinek van vágya emberi testbe leg-leg ilyen kifordított álmokat megvalósítani, ebbe korszakban nincsen lehetőség, de mivel ő is vágyik, akkor jó, akkor most akció, tessék, lehet. Majd lehet csinálni. Ez a korszak, ugye itt harmóniában élnek, romlik a harmónia, ebben a korszakban nagyon sok probléma van. Egy pici-pici kis minimális ok van, akkor emberek már kész, már összevesztek. Mindig félreértések vannak, mindig konfliktusok vannak, mindig háborúk vannak, mindig rivalizáció van. Emberek egymást manipulálnak, egymást becsapják, kihasználják, és így tovább. Szóval ez a konfliktusoknak a kora. És nagyon sok háború történik. Rengeteg. Egyfolytában, ugye most, hogy megnézünk, egyfolytában valahol harcolnak, háború van. Ugye a férfeleség nagyon gyorsan elválnak, hogy itt még nagyon ritka volt, mindig. Itt nagyon ritka van, amikor sikeres családi életet él valaki. Vannak, akik itt szenvednek egész életben egymás mellett, most már mit csináljunk, ez a sorsunk, viszünk a keresztünket, de legjobb, hogyha,
ugye ebbe a korba, vagy még ezekbe. Szóval itt ez van. Mikor kezdődött ez a kor, ugye ezek így tartanak, hát gondolom, hogy rájöttetek, többet is fogok mondani, hogy most itt körülbelül vagyunk, mert hogy megállapítani, milyen korszakban élünk, az nem az alapján lehet, hogy valaki kijött ide, kilépett és bejelentette. Barátaim, most ebben a korszakban élünk. Ez nem így működik, hanem vannak olyan dolgok, ami történnek, és az alapján kell megállapítani, hogy mely korszakban élünk. Ugye, hogyha én megkérdezem, most mindenki reggeltől estig meditál, meg imádkozik, meg semmi bűt nem követi el, nem jár Tesco-ba, nincs ilyen. Akkor már ide nem tartozunk, ugye? Hát ide tartozunk. Ez a kor pontosan, és megint, hogy van a jellemzők, hogy most hogyan élnek az emberek, lehet sokat sorolni fel, majd a végén, hogy akarjátok, meg tudok mondani, mi lesz a végén. Mi csak elején vagyunk, most elmondom. Hogyan például meg lehet kérdezni, jó, lehet, hogy hasonló, de hogyan, honnan tudod, hogy ez mikor kezdődött? Ugye? Ez most csak megint kisújból kiszívünk, vagy nem? Hát ez a korszak kezdődött 3102 évvel Jézus születés előtt. Ez most magyarra, hogyha fordítsunk, ez hány ezer év? 5000. Így van, 5120 évvel ezelőtt. És február 18-án. Azért, mert a Jupiter és a Szaturnusz beléptek a kósnak a jegyébe, és akkor beindult ez a korszak, elindult. És ez bárki, aki most akarja, asztrológusot megkérdezi, hogy mit jelent, amikor a Szaturnusz és a Jupiter kósban van, akkor fognak mondani, fuha, ez egy komoly változást jelenti az egész világban, hogy most elindult valami új korszak. És akkor, hogyha letelt már 5120, akkor 432 ezer évig tart, akkor mennyi még marad? 400? 20? 26 ezer. Igen. Igen. Kb. Ennyi. Igen. Szóval így itt élünk. És most nézzünk tovább. Lehet a végén. Jó? Írd fel, légy szíves. Igen. Próbálok úgy, mert mindig általában az a szokásunk, hogy a végén vannak kérdések, és aki fél, hogy elfeledi, írja fel. Jó? Oké. Okay. Na most, itt most jövünk a angyalok, démonok, sötét és sátán. Egyik biztos tiszta, amit mondjunk, tisztázok, hogy Istennek nincsen versenyző senki. Nincsen, aki vele rivalizál, hogy akkor most én legyőzöm, és akkor majd én az ő pozíciát fogok betölteni. Ilyen nincsen. Miért? Mert Isten ő Eka. Egy. És a Bahu, és a sok-sok lélek van. És minden lélek egyforma. Isten csak egy Isten lélek, felső lélek, és a többi minden egyformák. Még hogyha valakiről mondjuk démon, sátan, ő a mi kategóriánk. Ő nem Isten. Ma Isten által teremtett lelkek. És az azt jelenti, hogy a szikra sose lesz tűz. Mi úgy is szokták összehasonlítani, van a tűz, és vannak szikrák. És a szikra az nem tűz. Minőségileg ugyanaz, mert van hő, de mennyiségileg ugye mennyi a tűzbe van hő, és mennyi a szikrába. Ugyanúgy például nekünk van hatalmunk. Hát valakinek országot vezet hatalma, valaki egy céget vezet hatalma, akinek semmi nem maradt, akkor ott van kutya, macska, lehet hatalmát gyakorolni rajtuk. Ugye? Tegzik! Ugye? Kinek mondtam? Szóval van, de ez korlátozott. Istennek a hatalom korlátlan. Ugyanúgy nekünk van tudás, Istennek is van tudás. A mi tudásunk korlátozott, az ők tudása korlátlan.
mi rendelkezünk tudata, Isten is rendelkezik tudata, a mi tudatunk megint korlátlan, korlátozott az ő korlátlan, szóval így soha nincsen senki, aki eléri ezt a szintet. Szóval ez az első, nincs versengés. Valaki gondolkodik, hogy én versenyzek, majd én leszek Isten, az lehet, hogy ő így gondol. De elérni lehetetlen ezeket a dolgokat. Jó? Ez egy fontos. És most akkor a Kali Yuga-ról beszéljünk. Hogy először ezt tisztáztunk, és akkor most megyünk tovább. Ja, igen, még egy kicsit ilyen kis animációkat, hogy itt vannak a négy korszakok, itt kezdődik, mostána megy a vége. Miért tudjuk előre? Még egy érdekes dolog. Miért tudjuk jósolni? Mi ez a jóslás igazából? Ami van jóslás, ami csak kitalált, de van jóslás 100%-os. És nincs varázslat. Pont. A jó, igazi jóslás, ez nem valami ilyen ködösített valami, hanem ez egyszerű dolog, hogy van egy ilyen könyv, szanszkrit, Bhavishya Purana. A Purana azt jelenti, hogy történelem, a Bhavishya az azt jelenti, hogy jövő. A jövőnek a történelme. Ezért a jóslás, igazi, tiszta jóslás, ami nem becsapás, ez igazából az a történelemnek a jövője. Ez azt jelenti, hogy hogy működik? Hogy a teremtésünk és az idő a világban ciklikus, ismétlődnek újra és újra. Például ti is jósok vagytok, mindannyian, gyerekek számára. És nem csalók. Miért? Nézzétek meg. A négy szezon egy évben ismétlődik? Ugye ez már történelem. Ez azt jelenti, mivel akit közöttünk átélte már telet, akkor tud mondani, akár jön ide mondjuk Afrikából, Indiából, és mondja, mi ez a tél, mikor mondja, mindjárt jósolok neked. Körülbelül januárban, vagy február, vagy október, szóval megmondjuk, hogy abban már nincsen 30 fokok, hó is szokott esni, és akkor meg tudjuk jósolni a jövőt. De mi alapján? A történelem alapján. Mert mi tudjuk, hogy a ciklusok változtatnak egymást. Szóval ezért a védikus írások úgy tud jósolni, mert ezek minden megtörténnek. És mi tudjuk, hogyha most van Kali Yuga után tudjuk mondani, lesz Satya Yuga lesz, és akkor emberek így, és lehet jósolni. Így, itt emberek így, meg így fognak élni, itt ilyen emberek fognak élni, így ez lesz, és, mert ez a ciklikus. És nincs becsapás, ilyen ködösítés. Akkor most mondom neked. Ezeket még hallottam már. Oké. Na igen, és akkor ezek így mennek, jönnek, dolgozik, utána újra lesz teremtve, utána újra létezik, utána megint megnyilvánulatlan megy, utána megint, és akkor ez így megy végtelenségig. Azért, hogy lelkek teljesítsenek a vágyokat. Eredetik a lelkek, eredetileg a lelkek jöttek lelki világból, nem ebből az anyagi világból, ami itt vagyunk, nem ide tartozunk, de mi akarunk Isten nélkül boldogok lenni, ami nem működik, de Isten olyan kedves, hogy próbáljátok ki, hát ha valakinek sikerül, de már végtelen mióta létezik a világ, még senkinek nem sikerült. Na, hát ha nektek most sikerül. Majd írjátok Facebookon nekem, kinek sikerül. És akkor nézzünk a Kali Yuga. A Kali Yugában itt van a legnagyobb lehetőség a sötét erőnek, a démonoknak, az angyaloknak, és hogy tovább és így tovább teret kapnak. Nézzük meg, ez hogyan történik. Közben nézem az időt, most már 25, ti még bírjátok? Nyugodtan fáradtok, szóltok, nekem nem baj, bármikor megállom, nem probléma. Sötét erő kezdődik azzal, hogy vannak olyan purusák, vannak avatárok, ugye ez Istennek a inkarnációk,
amik minden korszakban is megjelennek, de vannak purusák, ilyen irányító személyek, akik képviselnek egy korszakot. És ebben a Kali korszakban van egy személy, aki még a Kali Yuga előtt egy kicsit hamarabb jött. Úgy is hívják ott, hogy Kali. És az a Kali személy, neki ő képviseli a sátánt. De ő Isten szolgálja. Ő jött hamarabb egy kicsit, mielőtt kezdődik az a Kali Yuga, hogy megnézni, hogy mi a csapat, hogy mi is ide jöttünk. Én nem 6-kor ide jöttem, észrevettétek, nem? Hanem előbb jöttem, hogy akkor előkészítjünk, hogy 6-kor már kezdődik az előadás. Kali, ő is jött egy kicsit hamarabb, és akkor ott van egy történetet, hogy mi volt, hogy történt, de ő már próbálta behangolni a kütyüket, meg mindent, hogy jöjjön, minél hamarabb kezdjünk a Kali Yugát. Az ő feladata következő, hogy azok a személyek, akik akarják teljesíteni aljas vágyukat, de általában ember kicsit gátolva van. És ő feladata leveszi a gátokat. Minden lehet csinálni. Minden szuper és jó. És az látja, akinek vannak ilyen hajlamok, akkor ő kezd befolyásolni olyan személyeket. Ő megint ő Adi Daivika szinten van. Nem tudjuk látni őt. Ugye ő máshol van. Ahol emberben van a veszekedés hajlam, akkor nagyon ilyen pénzhez, nagyon túlragaszkodik alkoholhoz, akkor olyan emberek gyengik. És ő manipulál ezeket, és próbál neki törölni a gátokat, hogy ember már úgy élvezen, ahogy még soha senki. És akkor próbálja, hogy lesüljenek, mert hogy kapjanak ezteket a tapasztalatok a személyek. Szóval ez a sátán igazából, aki segít, aki akarja, hogy ő tudjon ezeket az aljas dolgokat minél jobban magából kihozni, és szerezzen ezeket a tapasztalatokat, másképp blokkolva lesz. Mert látjunk, hogy a társadalom nem engedi sokszor. Nézzünk csak meg. Nézzük meg 30-40 éve ezelőtt, mikor még a szocializmus, kommunizmus dominált, akkor nem voltak olyan aljas szokások emberekbe. Sokkal kevesebb. Szóval a kapu lefele zárva volt. Akkor is lehet, hogy voltak, akik alkohol fogyasztották, de például a Szovjetunióban az alkohol csak 11-től lehetett kapni. És mondom, délután 2-ig, vagy meddig volt lehetőséget vásárolni. Akkor kábítószeren annyira ritka volt, hogy én életemben, gyerekkoromban nem is láttam kábítószeres ember sose. Szóval nagyon zárva volt. De emberekben volt ezek a vágyak, és nem tudták, mert a társadalom gátolta, és emberek nem tudták lesüllyedni. És akkor a Kali jött, akkor elkezdte degradáltatni, akkor látta, a nyugati országokban lehet nyitni a kaput. És akkor elkezdte zenéket, speed tabletták, szóval kezd szét degradáltatni a tudatot a fiataloknak minden, és akkor jön ez a divat, akkor jön ez az őrület, amit látjunk körülötte, és süllyednek emberek. Szóval ő megkereste, hol van, és honnan lehet ezt kiterjeszteni a világra. És ezért most már olyan aljás van, hogy lehet, hogy köztetek sokan nem is tudnak elképzelni, mi történik körülöttünk a világban. Nem fogok mesélni, mert nem erről szól az előadás, de olyan dolgok történnek, ami nem tudunk elképzelni. De, de ebből nem megyünk tovább. Ez majd később. Nézzünk egy kicsit, még vizsgáljuk a Kali Yugát. Igen. Ő a Kali. Ez egy király, aki pont próbálja a bűnt, meg minden elpusztítani, hogy megvédeni az embereket, hogy inkább lelkileg fejlődjenek, nem degradálnak, és meg akarta büntetni, de a Kali könyörgött, és a királynak, egy nemes királynak, hogyha valaki fegyver nélkül van, és térden áll, és kegyelmet kér, akkor királynak nagy szívűnek kell lenni, és meg kell kegyelmezni, és akkor nem ölte meg, hanem akkor miért ő teheneket vágta le a lábakat a Kali, most itt pusztította ezt az erőszakot, ő erőszakot
képvisel. Emberek nagyon erőszakosok. És ami, például az, ami van az óceánban, ami Facebook, YouTube-on látom, zacskókos, meg teksnős béken, akinek ki kell szedni zacskót, ez káli. Embereket itt leolyásítja. Hogy semmi, wow, nem érdekel nekünk minket a természet, csinálunk, amit akarunk, és súlyos dolgok vannak. És ő ezeket a gátokat, ne, nyomjunk, csináljunk, egyszerűjünk, de jó, minden jó, és akkor ő példát is mutatta, állat nem számít, állatokat, üljünk meg. Nagyon jó. És azok, akikben van ez a hajlam, azt mondja, de jó, fú, minden lehet, szabadság, ugye? Szabad leszek, ne korlátozunk magunkat. Na, ez itt van. És akkor mi történik? Hogyan nyilvánul meg, és fel lehet ismerni Káliának a szolgáikat, akik válnak szolgává, itt vannak, isznak, ölnek állatokat, és itt van egy mindenféle dolog, hogy mi, ami ember civilizáltlanná válik. És akkor itt van, Szátyám, az igazság el, mindenki csak hazudik, jobbra-balra. Mert hogyha az, hogy két szót neki hazudok, és tőle kapok valamit, akkor miért ne? Ez a káli. Ez káli. Amikor lehet hazudni, ez nagyon jó dolog, ne legyél buta, mindig igazat mondasz. Hát mi lesz? Mit kaptál ettől, hogy mindig igazat mondtál? Nekem, mi mindig hazudok, már van autó, minden, látod? Na ez nem, ez civilizátlan ember. Ez a káli szolga. Szátyám, ez igazság. Ahimsa, erőszakmentesség. Nincsen. Miért kell? Te csak érezd jó magadat. Légy önmagad. Mások nem számítanak. Állatoknak nincs lelke. Öld meg, edd meg, élvezd az életed. Ne korlátozz magad. Szabadíts fel magadat. Vannak olyanok, hallottatok már? Tartok nektek ilyen tréning, akartok? Nem vagyok káli, sajnos. Nem sajnos. Szóval ahimsa. Emberek kegyetlenek egymáshoz. Mindenki ez. Megint óceánhoz. Látjuk, a természet felé. Akkor követ, tápa. Annyira gyengék, hogy semmire nem hajlandók vállalni valamilyen vezeklést. Például ahhoz, hogy valamit elérél, erre kell vezeklést csinálni. Ugye komoly lemondásokat a komoly célokért. Most már nem akarok. Most inkább ahhoz, hogy én egészségesek éljek, ez egy lemondás. Mert akkor kell tudni, hogy kell táplálkozni, akkor kell időbe aludni, akkor kell kontrollálni az elmét. Nem szabad ideges lenni. De mi nem. Mi egyszer egyfolytában stresszeljünk, depresszióba vagyunk, minden. Nem tudjunk magunkkal urak tápa, ez azt jelenti uralkodni magadon. És ahhoz, hogy elérél a dolgokat az életbe, erre van szükség. Hogy te vezeklés végezzél lemondásokat, lemondásból jön az erő, hogy ilyen védikus mondás van. És ember legyengül, szóval nincsen ez. Saucsam, tisztaság nincsen. Például most, amikor injekciót csinálnak, mivel megdörzsölnek? Alkohola. Alkohol, ez egy nagyon tisztátlan dolog. Lehet, hogy fertőtlened a baktériumot, de a testnek és a tudatnak nagyon tisztátlan. Ez nem jó. Alkohol, nem tiszta. Emberek nem tudnak, mi a tisztaság. Se külső, se belső. Mert kétféle tisztaság van. Igen, akkor ez. Szóval ezek a négyféle dolog, ami nincsen a társadalomban, és ezeket az értékrendeket emberek elveszítenek, és akkor civilizátlanná válik. Szóval civilizált ember, igazmondó, nagyon könyörületes és nagyon együttérző mindenki felé, a hangyákkal kezdve, állatok, emberek, tápa. Tud, hogyha valami kell elérni, akkor tudjad lemondásokkal, nem a pénzekkel. Mert mi most megint elkezdtem egészség. Ahhoz, hogy ember egészséges legyen, kell tudni táplálkozni, nem szabad össze-vissza enni, nem szabad mindenféle dolgokat enni, ami nekünk kínálnak. Kell tudni, mit együnk, mikor már ne együnk. Nem, mi inkább akkor veszünk, ember nem akar vezeklés, inkább meg akar vásárolni az egészséget. Akkor valaki jön haza, kinyitja nekünk a szekrény, és akkor olyan étel kiegészül, vitamin ABC, összes ABC vitaminok vannak, meg olyan kiegészítők, átegészítők, beegészítők, szétegészítők. És végül nem egészséges. Ők magukat becsapják. De hogyha van tápa, például jóga. Ki jogázik?
Én bhakti jogázok. Igen. Akik jogáznak, ez vezeklés, ugye? Amikor kezdődik valaki, annyi sok toxin van, hogy remegni szokták az emberek az elején, első pár napban. Ez vezeklés, és ez tisztítja a tudatot és a testet. Jó. Megyünk tovább. Öt faktor a cselekvésnek van. Ami most, amikor mi végzünk, akkor öt dolgot kell használni ahhoz, hogy sikeret nyerjünk az életünkbe. Ezeket gyorsan átszaladunk, mert még van egy pár mondani való. Hát van maga cselekvő, aki akar cselekedni, akkor ott van cselekvési helyszíne. Hogyha én valamit akarok, akkor én vagyok a cselekvő, akkor egy helyszín kell hozzá, akkor kell egy eszköz, mivel fogok ezt megcsinálni, ezt a tettet. Kell erőfeszítés természetesen ahhoz, hogy végzek a cselekvést. És ez most megvan a világunkban, ez mindenkinek van. Ugye ez a négyet, ezt mi szoktunk csinálni. Én vagyok a cselekvő. Ki a cselekvő? Csak én? Nagyon jó. Van cselekvők vagyunk. Van nekünk helyszíne, ahol munkahely, otthon, bárhol. Vannak eszközünk, még félre, hogy a konyhában akkor van eszköz. Kinek nincs konyhában eszköz? Mindenkinek van. És teszünk erőfeszítést, pucoljunk a krumplit, hogyha főzünk, és így tovább. De van, ami ebben a világban hiányzik. A legfontosabb, ez az ötödik faktor, ez a daiva. Ez a listeni energiának az áldása. Ez most nincsen sajnos, és nincs is opció. Egy példát mondom, régen, amikor a gyerekek mentek házasodtak, akkor kellett, anélkül sosem mentek volna házasodni, hogyha nem mentek oda a szülőkhöz, és nem kértek az áldásokat. Mert az apja és az anya, ők Isten képviselők gyerekek számára. És hogyha nincsen az ő áldásai, akkor nagyon kevés garancia, hogy ez a család kapcsolatok sikeres lesz. Szóval ez az a dájva. És minden között ez a legfontosabb, mert hogyha van Isten áldásod, akkor már biztos, hogy sikeres leszel, és nem lesz probléma. Csak sajnos most ezt ki van felejtve. Nem kell, mert én vagyok a legfontosabb, és nincsen semmi a legfelsőbb elrendezés fölöttem. És akkor... ahogyan halad a Kali Yuga előre, akkor csökkenni fognak embernek a morális elvei, akkor csökkenni fog, kezdjünk azzal, hogy csökkenni az élet hossz. Hogyha nézzük meg, minden csökken, az intelligencia, mindjárt ezeket fel fogok, meg tudok mutatni. Egy példát mondom, hogy fogjunk csak 5000 évvel ezelőtt, mikor emberek születték, akkor, mivel még tiszta volt az életük, akkor nagyon ritka volt, amikor valaki megszületett egy betegséggel. Alig, szóval ez egy nagyon komoly kellett kutatást végezni, hogy találjunk valakit, aki egy betegséggel született. Most komoly kutatást kell végezni, hogy találjunk, hogy ki teljesen egészséges születés óta. Most mindennyiünknek valami bajunk van. Ugye? Így romlik. Hogyha a válságot megnézünk, vállásokat, régen nem válták, annyira ritka volt, hogy valaki válik, most annyira ritka, amikor valaki összeházasodik. Most nem csak, hogy válság, vállásról beszélünk, emberek nem is házasodnak össze. Szóval így minden csökken. És akkor nézzünk meg pár dolgot. Igazmondás. Egyre jobban hazudnak mindenki, mindenhol, család belül is nagyon sokszor. A gyerekek a szülőknek, szülők a gyerekeknek, és ott kezdődik, és csak mindenhol ez van. Akkor tisztaság, amit már mondtunk, akkor türelem. Emberek nagyon-nagyon türelmetlenek egymáshoz, azonnal agresszívan válaszolnak, azonnal megsértődnek, és így tovább, és így tovább. Kegyetlenség, együttérzés az már nincsen. Mert ez a mostani civilizációban élünk, ami nem nevezek civilizációnak, hanem
társadalomnak, azt se lehet mondani, mert társadalom a nagy családokból áll, nem a cellekből élnek, mint a méhek abban a kis, hogy hívják abban, kaptárok, kaptár még, nem, ezek vannak ilyen, a méhnek a lépekben, igen, vannak a méz darabok. Most ez az élet sajnos, azért ez nem társadalomnak sem nevezni. Miért ez nem társadalom? Hát mert kérdezzük meg, hogy a te a emeleten a szomszéd ajtónak, hogy hívják, akik ott laknak? Mert nem tudja. Ugye? Akkor ez nem társadalom. Mert társadalom, ahol társulnak egymással. Most ember egy most saját magával társul, mert megy kirándulni a bevásárlóközpontba. Ez a társadalmi életet él, és ott irigyel, aki már viszi ezeket a szép papírzacskókat, nagyokat, no, akkor irigy, oj, nekem még nincs arra pénzem, oh. Ez a társadalom. Erről szól. És ezért, mivel erre van buzdítva az ember, hogy korlátlan érzéki elégítést, csak élvezz szét magadat, akkor ember tompol, és az a kegyenség és együttérzés letompol. Mi a bizonyítéka? Nem készültem nektek statisztikával, de egy kérdésem, percenként hány állatot ölnek meg a vágóhídokon? Ez a kategória. Ez a probléma. És ki köztetek, még látja és gondolja erős, kész van ettől. Nem, jó, hát nem én ölök meg. Igen, nem, nekünk ez ki van kapcsolva már. Annyira Kali Yuga hatás alatt vagyunk, hogy kikapcsoltak nekünk ezt a dolgot. Mi nem tudjunk együtt érezni. Na jó, hát örülök, hogy nem én ölök meg. Ugye, szóval ez a Kali Yuga-nak a tovább haladása. Tovább megyünk. Élethossz csökken, hogyha előző korszakban 1000 évek éltek, most 120 évre van ez a test beprogramozva, de mi megint ezzel a korlátlan érzéki elégítéssel, idegességekkel, stresszekkel, mi öljünk meg magunkat. Nem tudjuk. Képes a testünk élni 120 évig, de mi még azt is nem tudjuk, hogy kell ezt megcsinálni. Mi megölünk magunkat, és hogyha nálunk valaki 60 éves, az már tisztelet teljes minden. De ebben a korszakban úgy mondják, hogy 60 éves kórik ember fiatal. Úgy van, hogy 40 éves korig fejlődőbe kell, hogy legyen, csak mi már elkezdjünk degradálni, mert már ölök meg magunkat 15 éves kortól, ugye cigi mindenféle dolgokat. De 40 éves korig megy föl, és 40 és 60 év között a csúcson van az ember, energia csúcson van. Nem úgy, hogy 60 éves korban így jár, akkor még ő tud mutatni. De nálunk most ez már... Ez a Kali Yuga. És 60 éves kortól öreg kor elindul, nagyon lassan 20-20 évig fog tartani. De nálunk már ez nincsen. Élethossz csökken, fizikai erő csökken. Még hogyha megnézünk a múzeumokba, bemegyünk, és megnézünk 300-400-500 éve ezelőtt, az mi Kali Yuga belül volt, milyen erősek voltak az emberek, olyan kardokkal harcoltak, komoly. Mi most műanyagokkal, ilyen joystickokkal harcoljunk, ugye? Nem tudjuk semmit emelni, csak joystick kell nekünk. Szóval erő, fizikai erő csökken, mi van még? Emlékezet csökken, nagyon rövid a memória. Mondanak, hogy tudósok, hogy mi most annyira civilizáltak vagyunk, és annyira primitívek voltak emberek az őskorokban, meg olvasni és írni se tudták. Na, hát nem primitívek? Tiszta, primitívek. Mi most ki nem tud olvasni? Hát itt mindenki civilizált. Ugye? Úgy lehet mondani. De most nézzünk meg a védek mit mondanak. A védek azt mondják, aki nem tud olvasni, az civilizált. Aki tud olvasni, az primitív. Hoppá! Ne bántsatok engem, hogy ilyeneket mondom. Miért ezt mondják a védek? Mert régen, 5000 év ezelőtt embereknek a emlékezet és a intelligencia olyan erős volt, hogy ember egyszer hall valamit, örökre megjegyzi, és megérti, és alkalmazni tud. És ezért nem lett szükség az írásukra egyáltalán, nem kellett. Ilyen tiszta tudatok volt, és olyan erős a memória.
És mikor pont a Kali Yuga elején, vagy előtt egy kicsivel, akkor már, mivel jött a Kali Yuga, és már tudták a jósok, ugye, mint a Vyasadev, egyik jós, tudta, hogy most már emberek nem fognak tudni, félreértenek mindent, és hogyha nem írnek le, ugye, mikor mi is mondjuk bemutatkozunk egymásnak, gondolom sokan tudják ezt. Jó napot, és mondja nekünk, Pistike, jó Józsika. Bocsi, hogy is mondták, Lacika? Szoktunk, hogy egy pillanat múltanán nem tudjuk, hogy hívnak embert. Van olyan? Akkor mondjuk várja felírni, hogy hívnak. Vagy mutasd meg, igazban nem biztos, hogy igazat mondtál. Ugye, ez a probléma. És ezért tudták, hogy a Kali Yugában annyira gyenge lesz, hogy le kell írni mindent, és akkor létrejött az írás. Először a szanszkrit leírták 5000 év ezelőtt, és utána, hát nem tudom, hogy mikor a magyar, de 1595-ben, vagy 1595-ben kb. Akkor az orosz írás jelent meg, az valami ilyesmi volt. Szóval így látjuk, hogy hogyan haladik előre Kali Yuga. Bírjátok még? Nem túl sok maradt még, kb. 8 óra még. Még egy pár dolgot, most már ne aggódjatok, a vége az jó lesz. Jó? Megígérem, pozitív lesz a vége. Nem úgy, hogy most depresszióba hazamegy mindenki ez az előadás után. Nem szoktam ezt csinálni. Nem az a cél, hogy emberek utána menjenek pszichiátriára tőlem, hanem sőt, legyenek felvilágosodva. Oké. Tovább, egy kicsit még boncoljunk ezt a Kali Yugát. Kontrolláltan anyagi vágyok, ugye ez a káli, amit csinál az emberekkel, akkor utána mindenki tolvaj. Majdnem. Ugye általában, hát hogyha cégben tudunk egy kicsit így úgy, nem bűn, nem látta senki. Ugye minden, sokan, sok tolvaj van, nem az a tolvaj, aki csak a zsebet az utcán lop, hanem hogyha szívében megnézünk, akkor tudjunk hányan vannak. Legalább én hova tartozok, szóval nagyon sok. Akkor a védákat materialisták próbálnak interpretálni. Ugye olyan emberek, akik nem szakértők, materialista tudatúk, és ők próbálnak magyarázni, és ebből lesz csak egy ilyen totál ezoterika az egész, ahol ami semmiről nem szól, csak babonák lesznek, mert minden, és akkor követők sehova nem mennek. Akkor szerzetesek, nagyon sokszor, többség, csak nem élet, meg ennivaló őket. Szóval külsőleg szerzetesek, belsőleg ugyanolyan élvezők. Egy különbség, hogy nem kell dolgozni. Szóval ilyen. Akkor a tanítványok, igazi tanítványok már nincsenek, akik, mert tanítványnak, ahhoz, hogy férfi legyen, fiú legyen férfi, és tud boldogságot, stabilitást, védelmet adni a családjának, ahhoz neki férfivé kell válni. Ahhoz neki kell lelkileg is fejlett lenni, ezért régen a fiúkat a házasság előtt tanították a férfiasságra, nem úgy, hogy lányokkal együtt, diszkóba, meg minden, hogy kell speed tabletteket használni, hanem úgy, hogy nem minimalizálva volt a kapcsolat a nők nemmel, akkor a férfiukba felszabadult az energiájuk, és ők nagyon jól tudták magukkal dolgozni, mert a oktatás, ez azt jelenti, nem memória szemét betöltése, szemét információval, hanem egy karaktert formatálni egy emberből, egy embert csinálni, nemes tulajdonságokkal, ez az oktatás. És ezért az igazi tanítványoknak kellett például, hát vezekelni, ez azt jelenti, hogy például nincsenek nőkkel kapcsolatok. Csak amikor házasodnak. Most nincsen, senki nem tudja, és most valaki mondja, mi van, ne is, nem is akarok veletek betenni, mi van, nem élete veletek? De akkor viszlát, ott messzéről csak tudok. Emberek már félnek, semmi nem tudnak tartani valamilyen
fogadalmakat. De ez fontos ahhoz, hogy én valamit lerakjam az asztalra, nekem kell valamit tenni. Akkor házas emberek sokszor megváltozik ugye a nagy szentnek nevező emberek, ők csak az aranyért élnek, és gazdagságért, és akkor normális emberek, ők lesznek a koldosok. Ugye? Ez is megfordul. Nők, ugye, el fognak veszíteni szemérmességet. És el fog durvulni természetük, keményen beszélnek. Ez most nem nőket vádoljunk, mert ez mindenki hibás, ugye. Van egy Bhagavad Gita-ból elén lehet olvasni, hogyha férfiak nem követnek, nem csinálnak, nem lesznek tanítványok, szóval nem lesznek férfiak, igaziak, akkor ők nem tudnak vállalni felelősséget. A nők. És ettől a nő beijed és bedurvol, akkor kezd kemény lenni, akkor fel kell venni a szerepet, elveszíti a nőiséget, és akkor jön a fejjel lefele az egész világ. Szóval itt minden ki problémás, mindenki hibás. És igen, azok lesznek a lelki vezetők, akik nulla dolgokat nem tudnak a vallásokról. Most mivel megy az online, nem fogok mesélni példákat, de amúgy lehet mesélni. Ezt valaki akarja tudni, lehet engem megkeresni személyesen. Nincs még egy depresszió senkinek? Stressz, rossz hangulat, hogy most Kali Yuga kész. Na, utoljára vagyok ebbe Govida klubba. Van már jelenkező, hogy ki utoljára? Jó van. Akkor most megyünk kifele a negatív dolgokból, megkérdezhetjünk. Hát van valami pozitíven ez az előadáson? Vagy most hiába ide jöttünk, itt ülünk ennyi órát, és csak halljunk, hogy minden rossz, ó, sátán, démon, Kali Yuga, minden, nincsen, semmi jó, van jó. Van jó. Amikor elején egy kicsit beszéltünk arról, hogy a szociális időszakban zárva volt a kapu, és ugye nem volt annyira degradált emberek. És most látjuk, hogy már teljesen nyitva van, egész pokol látszik, nincs kapu már közötte, lehet nagyon gyorsan lesüllyedni, csak el kell menni valami jó buli helyre, menő, akkor mi is leszünk menők. Menő, aki megy a pokolba, menő, lemenők. De ez mellett észrevettetek-e, nagyon sok olyan ember van, aki hiába van nyitva, de nem él ezzel. Például itt vagytok ti. Te nem most valahol máshol, te itt vagytok, hanem sok olyan ember van, aki arrafele, fölfele is kutat. Van-e valami más, valami jobb, valami lelki? Vagy csak gonosz, vagy csak használjunk ki egymást, vagy vannak valami morális elvek, ami működhetnek, és lehetne élni tisztán, vagy nekem is kell lenni, mint a többiek, és degradálnom. Ugye nagyon sok ember errefele érdeklődik. Szóval most azok a lelkek is kapták születést, akik már keresnek, akarnak fejlődni, de nem tudnak fejlődni mondjuk a Szátya Jógában, amit mondtam. Mert nincsen ennyire erős a tudat, hogy nagyon nagy lemondásba éljenek, és gyakoroljanak a jógát és vezetéseket. De mégis halvány vágyuk van valami isteni dolgokra. De ők nem képesek maguktól, azért Kali Yugába is születek. Mi miért születünk Kali Yugába? Mert nem rólatok beszélek, magamról legalább, jó, hogy nehogy valakit megbántsam. Azért, mert nem vagyok képes igazi lelki fejlődésre. Azért Kali Yugába születni, ez egy rossz dolog. De hogyha van valakinek szikra, halvány szikra, hogy nem akarok haladni lefele, hanem valahogy fölfele valamit, akkor Isten mondta, okay, csináljuk még egy akciót. Most két akció van ebben korszakban. Lehet fölfele is menni.
aranykorszak is van. Ezért vannak a jóslatok, sok-sok, ami beszéltem elején, hogy ma ezt is tisztázok, a másféle jóslatokat. Nostradamus, mit jósolta? Mikorra? 2012. december 22. Már megbeszéltünk, ezt már túléltünk. Gratulálok mindenkinek, jó hírem van, egy végét már meg túléltünk. Oké, akkor kinek a naptárjának vége lett 2012-ben? A Maya indiánoknak vége lett. És van még sok-sok, most nem menjünk bele, de annyi sok, sokat lehet sorolni erre időszakra jóslatokat, és habár egyik se érti pontos tiszta képet, de valami hangot hall. Értitek? Miről beszél, hogy hallom a hangot, de nem tudom honnan jön. Szóval ezek a jóslatok az. Tényleg valami történik, de egyik se tud elmondani tisztán, akkor most mi történik, mit jósolnak. És azt jósolnak, hogy ez védikus írásokban is meg van jósolva, hogy ebben Kali Jógában 1486-ban elindult egy aranykorszak azoknak a személyeknek, akik nem akarnak szenvedni, akik akarnak megoldani az életüket, és akarnak szeretetbe élni. És ők kapnak ezt a lehetőséget. Ez 10 000 évig fog tartani. Ugye 500 év ezelőtt körülbelül elkezdődött, és még körülbelül 9500 évig fog tartani. Ezért most ebben a korszakban határtalan lehet lesüllyedni, és ebben a korszakban akció van, mert ahhoz, hogy valaki elérjen a lelki szintet, az kell komolyan, nagyon komolyan vezekelni, ahogy mondtam, nagyon nehéz. És most le van rakva az ára, hogy nem kell. Nem kell ennyit vezekelni, hanem akció van, amikor látja Isten, hát ebbe korszakban a szegény lelkek tolókocsis tudattal rendelkeznek, rokkont nyugdíjas a tudatok, roki kártya parkolóba, bárki használhatja, ez jogos. Ilyenkor kell segíteni, mondja, hát ne, akkor mit csináljuk? Vezekelni, tudat teljesen kész, hogyha nem így nézel rá, egy kis rá, az bezavarodik az ember, ugye? Ebben a Kali Jógában emberek maguktól zavarba jönnek, fúj a szél, ember már zavarba van, nem kell semmit csinálni. Hogy lehet egy ilyen jogi lelkileg fejlődni? De Isten gondolja, hát igen, de nem baj, van módszerem, azt mondja, adok egy jó módszert, mindenkinek fog hasznos lenni. Ez egyik szentírásból a jóslat. Most nem akartam vagy 10 ide rakni nektek, van több, Srimad Bhagavatam több könyvből vannak jóslások, erre korszakban, és azt mondja, Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, Eva Kevalam, Kalau, Nastyeva, 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 Gatir, Anyat, Ha. Azt jelenti, hogy Kalau, ez a Kali korszak, Kali Jugában, Nastyeva, Nastyeva, Gatir, Anyat, Ha, hogy út csak egy van. Egyetlen egy út van, ez a Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. Ebben a korszakban ember nem tud vezekelni, nem tud igazi jógát csinálni. Tornát tudjunk, egy kis ekét csinálni, meg savászana, az a kedvencünk, ugye? Egy kis jó. Igen. De igazi nem tudjunk. Mi, Isten tudja, hogy mit tud a ember, mire képes ember ebben a korszakban? Énekelni. Ugye mindenki, most a mobiltelefonon legyen neked összes énekes. Ugye erre csinálnak, a zenét hallgass. Ez az éneknek a korszaka. Mindenki csak akar énekelni. És Isten mondja, jó, akkor most csak kicserélem a szöveget, énekelj el ugyanúgy, szeress tovább énekelni. És ezért te elérsz a legmagasabb a szintet a te életbe. És azt mondja, hogy háromszor mondja, Harir Nama, hogy az Istennek az éneklése, Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. Amikor védikus rendszerben úgy van, hogy én nyomatikusan akarok hangsúlyozni a rendkívüli fontosságot, akkor ismételek valamit, többször elmondom, hogy menjen be. Ugye? Átmenjen, át kell ütni a betont. És akkor így háromszor mondja, és akkor mondja ez a kalón, azt jelven, azt jelveget írni, ez a mantra éneklés, aki ezt ebben korszakban gyakorol,
Nem kell semmi más. Mert másra nem vagyunk képesek. Egy fontos, hogy kell kapni hiteles mantrát hiteles emberektől, és sok ennyi feltétel. Van még egy pár apróság, de ezt majd megtudjátok később. De nagyon egyszerű. És ez a pozitív, és ez csak 10 000 évig tart, és jó lenne kihasználni. Mert utána 10 000 év múlva el fog tűnni ez az akció, lekésünk, zárva lesz a bolt, és utána majd, hogyha akarjátok kérdezni, hogy mi lesz Kali Yuga végén, el tudok mesélni. Szóval ez a lényege, és aki ezt csinálja, számára nincs sátán, nincs démon, csak vannak lelkek, akik nekem rosszat akarnak, csak el vannak tévedve. Az a sátán, aki csak eltévedett, hogy nem tudja, hogy ő Istennek a lelke. És akkor lehet nevezni sátának. De ilyen ember senkit nem érti le, nem mondja ő sátán, csak azt mondja, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudnak, mit tesznek. Ismertek már ezt a mondatot? Ez a szint. Itt van. Nincsen. Mi? Jézusnak volt valaki sátán számára? Nem volt neki senki sátán. Ezt csak emberek találtak ki igazából. Ez csak eltévedett lelkek, akik legnagyobb zűrzavarnak, zavar csinálnak, ők képviselnek ezt az erőt, de ők is ugyanolyan, mint mi, mert amikor ők megtisztulnak, akkor ők is tudnak lenni angyalok. Hoppá! Most lehet kérdezni. Elfogyott a kérdés? Válaszoltam? Még nem. Jó. Szóval van ez a Kali Yuga, ami 400, nem tudom hány ezer évig tart, és ami 5120 éve kezdődött. És igazából az a kérdésem, hogy és a Föld ki fog még tartani a többi 426 ezer évig? Simán. Igen? Utána lesz update. És újra kezdődik. Igen, ez a Föld, ez még nagyon sokat fog kibírni, csak amikor update, amikor mi számítógépen újra rakjuk a rendszert, ugye a Földön már lesz sok minden, sok bűn, teher, lesz sok katasztrófa, meg fog változni a klíma, nem lesz eső, nem lesz termés, nagyon nagy probléma lesz, és amikor utána, amikor ugyanúgy számítógépben már sok hiba jön létre, kezd lefagyni, meg vírusok, minden, akkor újra installáljuk. A Földön is a rendszer lesz újra is találva, és megy tovább Satya Yuga. Válaszoltam? Jó. Lehet, hogy nem volt pontos a kérdés, nem? Tehát a Föld az lehet kitörte az emberek is? Nem, ő pontosan kérdezte, ez már a te kérdésed, emberiség. Tart addig, de aztán utána az is lesz update-elve. Törölve lesz, delete. Emberek delete-ve lesznek egy kicsit, aztán újra kapnak lehetőséget. Szóval az nincsen olyan, aki most a színpadról szoktam, aki most nem Isten szolga, akkor őröki pokolba fogtok égni. Nincsen ilyen. Nincsen. Ez igazságtalan lenne Isten szempontból, hogy te most nem követsz Istent, akkor örökre fogsz pokolba szenvedni. Ilyen nem. El lehet menni, van pokol, de vissza fogsz jönni, újra kapsz lehetőséget. Ilyen, szóval az nincsen, hogy örökre. Ez az igazság. És ezért, hogyha emberek is el lesznek dilítelve, ez nem lehet, hogy mikor örökre, hanem utána megint kapnak lehetőséget. Mert Isten annyira szeret, hogy ő mindig, mint a jó apuka, mindig fog adni nekünk lehetőségeket, esőket, hogy legyünk boldogok. De ez csak akkor lehet, mikor ő vele szeretett kapcsolatban vagyunk. Igen. Szeretném kérdezni, hogy ha mindannyian azok a lelkek vagyunk, akik szeretnénk kipróbálni az életet Isten nélkül, és kipróbáltuk mondjuk számtalan alkalommal már ebben a körforgásban, de arra akkor nincs lehetőség, hogy valaki eljusson odáig, hogy kipróbáltam, elég volt, szeretnék most már Isten mellett maradni. De vannak, egyre több. Egyre több ilyen van, és lesznek egyre több. Most ebben a 10 000 évben vannak, és lesznek. És akkor ők többet nem vesznek részt a körforgásban? Nem. Hogyha elérnek, mert ezzel a módszerrel, Hare Krishna mantra éneklésével egy élet alatt meg lehet mindent szüntetni, és ez a vágyok maradni fognak, érzelmek maradni fognak, csak lelki vágyok lesznek, lelki érzelmek, mert mi nem vagyunk fatuskok, mint lelkek,
nekünk szükség van szeretni, szeretve lenni, érzelmeket, vágyokat teljesíteni, csak az tiszta lesz. Jó? Köszönöm szépen. Igen? Az a kérdésem, hogy miatt itt most itt vagyunk a Kári jogába, végig csináltuk az összes korszakot, hogy hol voltunk? Mindenkinek más. Ilyen is lehet, hogy valaki több korszakot már végig csinálta. Valakik egyszer, valakik kevesebbet. De inkább úgy szokták mondani, hogy akik már itt vannak ebben a teremben, az biztos, hogy már 8.400.000 születés fajba már megjárták. Mert 8.400.000 faj van, életfaj, egy sejtőtől emberig van 400.000 emberfaj. Nem mindenki a Földön van. És ez általában, aki már keresi lelki utat, az nem a hány Kali Jugában korszakot élt mérnek, hanem inkább hány fajban már átment. Mert akkor már megtapasztalta, hopsz, ez így nem lesz jó. Mert emberi születés ritka. Ugye. Adhato Brahma Jigyasu, van egy ilyen írás. A Vedanta Sutra, ő azt mondja, na most végre, mikor emberi testben születél, ami annyira ritka, akkor most használj ki, érdeklődj az abszolút igazság Isten iránt. Mert utána megint mész egy nagy kört, több millió születés. Válaszoltam kérdésre? Köszönöm. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Bum, 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 bum. Ez nektek hoztam ünnepet. És akkor visszamadom a szót a házigazdának, kedves barátomnak, és akkor mi majd veletek még találkozunk, Hare Krishna. Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és még egyszer köszönjük a baktitartóknak. Köszönjük.